nagyon nehéz a mi időnkhöz képest a fiataloknak, hiszen a munkalehetőség nem olyan, mint régen volt. És sajnos kénytelenek munkát vállalni olyanoknál is, akik nem fizetik meg. Tehát nem a szakmájuknak megfelelően fizetik meg, ami a bérezésük lenne. Tehát kénytelenek úgy, tehát dolgozni, na, munkát vállalni, mert különben akkor sajnos probléma lenne. És én azt ajánlom, hogy inkább ezt válasszák, mint más dolgot. Inkább dolgoznak, mint a számítógéppel foglalkoznak, mert az nem megy semmire, nem megy. Jó, segít valamit, de a munka, a rendes táplálkozás, nem a drogozás, és nem a cigizés, nem az ivás, hanem a munka, szeretni kell, annyi szeressék is, hogy a szép Magyarországunk, mert nagyon gyönyörű, emeljék végszemre a fiatalok. Nagypapámat tudom itt említeni. Ő világ életében dolgozott, ő rendkívül kitartó ember volt, és nagyon makacs ember volt, ő elhatározott valamit, és akkor azt addig csinálta, amíg az be nem következett. És nagyon sok ember, akit tapasztalok, igazából nem a saját baráti körömből, hanem így akár az interneten látott videókból, vagy akár cikkeket olvasva, nagyon sok olyat látok, hogy feladják, nagyon sok olyat látok, hogy nehéz, viszont szerintem nem ebből kellene kiindulni, hanem elfogadni azt, és tenni valamit azért, hogy egy dolog sikerüljön, és például így lehet sok sikert elérni. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.